A műsor helyszínét a Fészek Művészklub biztosította. Peller kívánok! Peller Károly, a Bóta mai vendége, szerintem mindannyian ismerik. Operet tudodnak is hívják, meg hívja magát, mert a pandémia alatt csinált ilyen fejtágítókat az interneten szórakoztatva a köznépet, meg jó rosszban, meg hát azért rengeteg musicalben, meg időnként a világ különböző pontjain azért előadjam magát, szóval tök mindegy neki, hogy London vagy éppen Szentpéter, Bécsben még szerződés se is volt egy jó ideig a Volkswagenbe. Szóval a jelen van, meg nyüzsög, meg itt van, meg ott van, meg amott van. Figyelj ide, fölmentem a honlapodra, és tudod, mit láttam? Mit Jézusom? A legtetején. Mit? Hát én jobban meglepődtem, mint most el, nem tudod? Egy Bóta Gábor idézett. Ja, van hát ott. igen. Elmondod, hogy mi van azon? Jú, az Jó, ez melyik is volt, a, a, a bőregérről írtál talán? Na, az nincs ott, hogy mi Nem, írtál. nem, nem, tudom. A, az eszenyi féle válaszavolyban. Igen, volt. ami egyébként rémes előhatás volt, azt gondolom. <híl> e és tehát, hogy ez, amikor totál félrendezek valamit, és és, és na jó, mindegy, azóta ő rendezett remek operett is, amúgy én például még a Magnás Miskáját is vittem a Víg ugye pedig te játszod. Na, mi van abban az idézetben, emlékszel? <hú> én nem fogom tudni. Szóval agyba főve ez van benne, és azt sőt, sőt az... a többieket, ha úgy tetszik, fikázom, mert valami olyat, olyat írtam benne, hogy vagy le kell először iskolázni az operet, a nagy operett színészeket, vagy olyan remek színésznek kell lenni, mint egykor a kaposvári színészek operett előadásokban, és valami olyat vigyeztettem, hogy ez, ezt az előadásban egyedül tulajdonképpen Peller Károly Igen, És hozni. akkor még jelölve S is voltam a kritikusok díjára a legjobb mellékszerepő. Na, de nem kaptad meg. Nem, nem, de olyan társaságban, hogy leesett az állam. Na, de, de ez olyan, hogy... Hogy ezt kiteszed, de ez rendben van, mert hízott a májad, de közben ez be ott van, hogy az összes többi kollégád le van szólva. Jó, de azt kivágtam. Nem, az ott van, az az ide. Hát az, hogy a ja, egyedül látom, csak, te... akkor látszik az egész. Igen, lehet. lehet. Hát, ez még amikor készült, azóta már nem teszek ki semmit, mert egyrészt elfelejtem föltölteni, meg odaadni azoknak, akik még szokták föltöltögetni a honlapomat, úgyhogy most már így nem teszünk ki kritikát, de ez, ez olyan nagyon jó esett. Meg hát tényleg köthető ez a, ez a kritikusok díjak jelöléshez, és akkor Egyébként hogy volt. kell egy rossz előadásban jónak lenni? Mert ha úgy tetszik, ezt volt módot megtanulni, nem? E, hát szerintem az ember mindig megpróbálja. Minden színésznek egyébként van módja, de sajnos megtanulni. Igen. Hát az ember próbálja a legjobbat nyújtani, meg ha a rendezővel kicsit jó összhangban vagytok, akkor akkor könnyebb, ha, ha nagyon ellentétest gondolsz, mint a rendező, akkor ugye nehezebb, de akkor is meg lehet valósítani. Hát az ember arra, arra törekszik, hogy jó legyen egy előadásban. Ugye itt a táncos komikusságnál, és aztán már beszélünk arra, hogy azért nem már nem egészen az vagy, Azért ott vannak klisék. Amit tulajdonképpen majd, hogy nem előadástól függetlenül lehet hozni, és azokat lehet jól hozni. Hát ugye eleve klisés a műfaj, hiszen szerepkörklisék vannak. Tehát, hogy, hogy na, na, ha nagyon egyszerűen gondolkodunk erről a dologról, akkor a táncos komikus az mindig a bolondos jópofa, Ö, srác, fiatal gróf vagy báró, de hát azért természetesen mindegyik más, tehát hogy azért nem ugyanolyan búni gróf, mint Zsupán a Marica grófnőben, vagy, vagy a Mustafa Bey a Bála tehát hogy azért nagyon-nagyon mások ezek, a, vagy akár Iboja -Ede, a Csókos Asszonyban, tehát hogy ezek azért nagyon-nagyon más figurák. Mégis valami egyfajta klisé alá be lehet sorolni, ha nagyon akarom tágértelemben. De miben mások ezek? Mert ha meg nagyon akarom, akkor Hát csak azt mondom, hogy az hát egyik egy gróf. Egy... Tehát, jó, hát hogy... az egyik Mustafa Igen, be, az egyik. Igen, tehát egy... hogy egy bóni gróf nem, egy nem egy engedhet erópai... meg magának olyan dolgokat, mint, mint Ibolya Ede. Tehát hogy ne, nem eszik lábasból, nem vesz elő egy kolbászt, és nem harap bele, vagy nem tudom. Tehát hogy, hogy azért egy, egy, egy grófnak van egy neveltetése, egy otthonról hozott etikettet tud önazonosan hozni. Hát te ebből valami doktoráltál, vagy mit csinálsz? Nem, doktorátum, még nem, nem doktoráltam. Még, de lesz előbb-utóbb. Hát elkezdtem, csak aztán annyi, an, annyi, fölvettek a doktori iskolába, de aztán annyi elfoglaltságom volt, hogy nem, nem tudtam csinálni, és e, most már el is évült, úgyhogy újra fogok felvételizni, és mindenképp meg akarom csinálni. De miből akart? Mit, mit, mi lett volna? A, akkor az lett volna, hogy így az operett műfajról, a szerepkörökről, akartam írni egy, egy, ilyen nagy tanulmányt a magyarországi operettjátszás hagyományairól, nagy színész legendákról, egy ilyen jó átfogót. Én voltam valami vizsga előadáson adon, az nem valami ilyen. Tudod, az színháznak valami kameratermébe, stúdiójában. Igen. Nem, de, de az nem valami ilyen volt, hogy te azzal a Ez péld, ilyen a példek... ezt volt egy személyes valami, nem? Tényleg? Csináltam? Nem tudom, hogy csinálok. Nem? Nem. Isten bizony. Hát volt több. Uh, És a, az úgy emlékszem, hogy az ami vizsgához kötődött valami akár ilyen tudományos izéhez, nem? 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 Nem. Le, de... nem tudom, annyi mindent csinálok a fenelben. Mi minden mindent csinálok. <laughs> mindent. Hát ugye színészként játszom itt ott, Tamot, anyaszínházam az operett színház, de azért a Karinti Színházban, a József Attila Színházban is előfordulok, meg az idei évattól majd sopronban is fogok játszani akkor rendezek itt ott, ahova meghívnak, meg tanítok egy-két iskolában. Hát te magad is a Operett stúdiójában végeztél. Igen. Most már ilyen, ú, de Broadway stúdió. Broadway... Most már Broadway stúdió, Pesti Broadway stúdiónak Besti, Pesti, hívják. Pesti Broadway stúdiónak hívják. E, azt én olvastam, hogy jártál ilyen nézőben valami ilyen musical stúdióban, ilyen középiskolás korodban. Igen. És akkor ott jött egy tanerő, aki elkezdett operettet tanulni, és ott csábít, csábultál Így van. el ebbe a mi fajba, ami nyilván sokaknak már ilyen anakronisztikus. Tehát én imádom, tudod. Igen, De, igen, de, de hát csak az Ez mi ez? <laughs> hát operettet lehet jól csinálni, meg rosszul, és akkor az ember tudja nagyon szeretni, vagy nagyon utálni. De hát ez szerintem minden műfajal így van, tehát hogy engem például fiatalkoromban biztos nem tudtak volna beültetni egy operára, mert azt mondom, hogy úristen, órákig énekelnek, le leszúrják és még órákig énekelnek. Szerintem engem kilenc minden... anyám <laughs> a nagyáma Az jó kezdés volt, hogy mindenre meg kell érni, meg hát ne, nem mindegy, hogy az ember mi, mi találja meg először. Tehát hogyha valami rossz élményhez köti az első találkozást, mondjuk egy operában vagy egy operettel, akkor az, az örökre bevésődik, és nagyon nehéz változtatni rajta, szerintem. Igen, de a táncos komikussághoz az, hogy kell egy kedély, meg egy humor, ami, ami meg, hogy mondjam, egy, ha úgy tetszik, egy alapállapot, nem? Igen. Ugye? Igen, én azt szoktam mondani, de nem biztos, hogy igazam van ebben, hogy, hogy tulajdonképpen operett színésznek születni kell. Értem -e ez alatt azt, hogy, hogy hogy ugye egy csomó szerepet meg lehet különböző féleképpen formálni. De egy operett színpadon egy igazi primadonát vagy egy igazi szubrettet meg tudsz különböztetni, mert bejön egy nő a színpadra, és azt mondod, hogy úristen, de gyönyörű, oda sem mernék menni hozzá, ez annyira szép, az a primadonna. Bejön egy másik nő, aki az úgy oda menni, is megfogdosnád, az a szubrett. És ugyanígy ez lefordítva a férfiba is, a bombiván és a táncos komikus. És ez egy olyan alapállapot, ami, amit igazán nem nagyon lehet tanulni. Tehát, hogy, hogy a Kalocsai Zsuzsát nem tudod elképzelni Szubretnek, mert ő, ő, bejön, és akkor be van jövő egy hogy ilyen szép magyarosan mondjam. vagy az Oswald Marika, jó, már ő se Szubret, hanem komika, de hogy, hogy ő világ életében az volt, hogy bejött, és akkor úgy, És akkor ő Szubret. És szóval, amikor te bejössz, akkor mi van? Hát azt nem tudom, ezt inkább a nézőktől kéne megkérdezni, de hát egy táncos komikusnál az van, hogy, hogy a, a, általában a nők mind örökbe akarják fogadni, hogy az annyira aranyos kisfiú, e, és ezt megtapasztaltam például, amikor a, a Laki Péter e, volt tanítványom, most már kollégámat először láttam nagy színpadon, Debrecenben a Marica grófnőben. Az Erkély középen ültem, és amikor a Peti bejött, akkor tényleg a körülöttem lévő 40-es nők így, de cuki, okay. És akkor ennyi, és akkor megvan a táncos komikus. O, te is, de Cuki volt. Hát gondolom, igen. Vagy azt szokták mondani. De hát elmúlt. <laughs> Tényleg elmúlt? Szerint, ö... Így érzed? Tehát belül is elmúlt. Hogy Cuki vagyok? Jézusom. <laughs> cuki a kiskutya. Nem tudom. Ö, szeretnék már nem csak Cuki lenni. Tehát, hogy nem? nem tudom, hogy ö, hogy komoly dolgokról is eszé, eszébe jussak az embereknek, tehát például így a, a, akár ilyen tudományos, színház tudományos szinten az operettel kapcsolatban, de hogy, hogy például rendezőknek, vagy nézőknek is komoly szerepekről is eszébe jussak, az azért jó lenne már. És hát néha előfordul. Néha. <tosz> Hát igen, hát ott van most a Karinti Színházban a nagyvizit. Nagy az, azért az nem a cuki szerek. Nem, nem. És nagyon örültem. Egy -e hódító pasi ott a terem. Hát vagy hódítónak hiszi magát hódítónak inkább. Hiszi, vagy a sok öreg között ő a fiatal, tehát hogy ez is közre közrejátszik, hogy ott a nővérkének ő tetszik, szerintem. Meg lehet, hogy ez a nővérke mindenkivel kikezd. Tehát az előadás azért sok kérdést nyitva hagy ilyen szempontból. É, ott Koncz Gábor, ez ugye egy Tibor nagy vizetiműzőnél, Koncz Gábornak játszod, a, az ős bemutató játszott, és álltok, sok mindent mondott is. Igen, kell, nagyon édes volt, volt, nagyon édes volt a Gábor. Ez egy hatalmas találkozás volt, hát ugye ezért mégiscsak egy magyarországi ikon, tehát hogy én is gyerekkoromban nem tudom hány filmben láttam, és amikor kiderült, hogy mi együtt fogunk játszani, én nagyon izgultam, és, és azt hiszem, hogy elsőre így nagyon jóba lettünk, és akkor Gábor mindig mondta, hogy Karcsikám, én nem akarok beleszólni, de amikor én játszottam, és akkor elmondta, hogy ő minket csinált, és nagyon jó tanácsai voltak egyébként, és ha én meg valami ösztönösen máshogy csináltam, és nagyon tetszett neki, akkor mindig odahívott, hogy na, ez nagyon jó, ez tartsd meg, ez nagyon jó. Szóval nagy élmény volt. De milyen volt neked, ugye nem végett, ilyen Gundel Károly vendéglátó szakközepet, tehát hogy tulajdonképpen mintha nem ebbe az irányba indultál volna el, és aztán... Hát ez az egy a... ilyen szülői volt, hogy, igen? Igen, igen, hogy valami normális polgári szakma legyen. A Mert kezőnben. hogy te már korábban is? Persze. Hát uh, igazából az első színjátszóban ilyen általános hetedik jártam, de az még így nem volt komoly a színjátszó, csak úgy tetszett. És akkor olyan, olyan szakközép első környékén jelentkeztem ebbe a musical stúdióba, és ott már eldöntöttem, hogy színész szeretnék lenni. És tulajdonképpen, amikor negyedikes voltam, az érettségi évében vettek fel az operett stúdiójába színművészeti te nem is. De én ötször próbáltam. Ötszer. Ötször. Mindig harmadik fordulós voltam. És akkor mindig jött az, hogy hát de már minek akarsz jönni, te már színháznál vagy, akkor játszottam utána Győrben főszerepeket, hát neked ott van Győr, most minek akarsz idejönni. És az az igazság, hogy valami mindig el is dőlt a második és a harmadik forduló között, mindig volt valami olyan hír, amitől igazából már kisajban nem volt annyira élethalál kérdés. Mert láttam a többieket, akik megfeszültek, hogy mindenképp vegyék föl őket, és hát őszintén szóval most már visszanézve nem is voltam rá megérve. Tehát, hogy nem, nem voltam igazán... Egyrészt, nem voltam érett, másrészt, meg nagyon nagyon határozott elképzelésem volt mindenről, és abból nem voltam hajlandó tágítani. De miben a táncos komikussághoz, mibe kell az érettség? Nem, nem a táncos komikussághoz, hanem a, a, a színészethez. Én, én ugye az operett stúdióban én voltam a legfiatalabb engem, kor kedvezménnyel vettek föl. Tehát mindig én voltam a kicsi, az aranyos, a cuki, és akkor, és akkor az ember benne marad ebben a, a ráosztott szerepben. És, és így nem is voltam annyira érett, holott ö, egy csomó mindenben meg sokkal érettebb voltam, mint a korosztályom, hiszen általában idősebbekkel voltam körülvéve. Úgyhogy ez egy nagyon nagyon érdekes ellentmondás volt, és szerintem ebben sokáig nem is tudtam mit kezdeni. És valószínűleg ez volt, ami a felvételiken úgy, úgy kiborult, hogy, hogy egyrésztről van benne valami, de egy idő után meg nem mozdítható. És szerintem ez elég, elég sokáig is volt, amíg, amíg hagytam magam kibontani, meg, meg, meg lazább lettem a színpadon. De te elég hamar azért kaptál szerintem jelentős igen, szerepeket abszolút, az tehát operetben, nem? 18 tehát, vagy 19 évesen játszottam a bónit először, tehát nagyon. Már az hát. operetben? Igen. Tényleg hát az illetve a az... táliában, ugye már akkor pont felújítás volt, 98 mm -hmm. vagy 99. Jó, de hát az operet igen, igen, színház igen, igen. előadásában. Tehát elég kamar bekerültél a vérfogalmába, ha nem is lettél rögtön országosan ismert. bár azért ezeknek akkor volt egy ilyen, Hát igazából minden... a 2000-es évek elején, amikor a, az felújított operetszínház megnyitott, és akkor a, a Kerény Miklós Gábor hozott egy fiatal csapatot, mind a musical, mind az Operett részlegen, és akkor mi nagyon fel lettünk futtatva. Tehát... Kicsit mesterségesen is. Hát nem? mondhatjuk ezt, de igen, és hát szerintem így kell. Tehát, hogy nekem van egy marketing és reklámmenedzseri végzettségem is, és abszolút jól volt ez kitalálva. Tehát, hogy ahhoz, hogy, 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 emberekre jegyet vegyenek, az ki kell találni őket, és meg kell mutatni, hogy ők vannak. És ezt szerintem a Keró és Keró csapata ezt nagyon jól csinálta. Hát, hogy csinálta? Hát, hogy a csapból is mi folytunk. Tehát, hogy, hogy mi, mindenhova lettünk küldve, minden, Féle műsorokban láthatóak voltunk, sok uh -huh. újságcikk jelent meg rólunk. Rengeteg tévés szereplés volt. Ugye azt a világot éljük, hogy aki a tévében van, az létezik. Tehát azokról a színészekről tud az ország jelentős része, akik a tévében szerepelnek. Pedig hát azokon kívül is vannak nagyon-nagyon színészek. Ugye te is rengeteget jár színházba, én is, úgyhogy én azért vidéken is olyan színészek vannak, hogy az embernek leesik az ála. Elképesztő. És hát senki nem tud róluk, sajnos. Hát igen, igen. És reggel tehát, hogy így elég hamar, aztán fú, így... Én ezt is szerintem is nem is fogtam föl, és igazából engem nem is érdekel a felhajtás. Tehát, hogy nekem sose volt célom, hogy, hogy én minden újság címlapján legyek. Én ezt nem is szeretem őszintén szólva. Tehát, hogy, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel. Én jó szerepeket szeretek játszani. Tehát, hogy, hogy én, én nem tartom magam annyira érdekesnek, hogy mit lehet még rólam leírni, és amikor felhívnak, hogy, hogy figyelj, van valami jó sztorid? És Egyébként, ha már említetted a jóban rosszban, ott volt egy nagyon jó sajtófőnökünk, és ő mondta, hogy legyen egy füzete mindannyiunknak, amiben sztorikat írunk le, amiket így szívesen osztunk meg, Vagy ha, ha valami van. Hogyha felhívnak valamivel, hogy figyelj, nincs valami sztorid, akkor legyen mindig, vagy hogyha valami olyat akarnak írni, amit nem szeretnél, hogy leírjanak rólad, akkor Hát figyelj, ezt nem szeretném, de van az, hogy. És akkor ebből én sokat tanultam, és, és té tényleg mindig vannak sztorik, amiket így elő kapni, hogyha nagyon akarnak írni valamit. És hogy, hogy viselted egyébként ezt a bulvárt, ami hát egy jó-maroz, tehát egy sorozattal kötelező? Ö, mivel ott sem voltam, ott, ott nem voltam én az első, nem tudom, én hatban, tehát hogy nem voltam a legnagyobb mm -hmm. szereplők között, így azért annyira ez nem talált meg engem. Tehát nyilván voltak velem cikkek, meg így érdegességek, ha tezett szélre leírták, hogy leégett a házunk, meg nem tudom miért. nem is emlékszem, leégett. 2001-ben igen. Mi? Volt egy elektromos tűz, én majdnem bennéktem, de ennyi oh. sem, semmi különös. Vagy most már egy de hát nyilván nagy csapás volt. a most az már adunknak. bősztori lett. Igen. Igen. De szóval hogy volt? Hát fölébredtem arra, hogy anyukám ordít, hogy Karesz, Karesz, gyere. Én azt hittem, mindig akkor ordítottam, amikor volt valami színházas téma a tévében, és kinyitottam tényleg... a szobám ajtaját, amely a tetőtérben volt, és akkor ö, ö, hallottam, hogy gyere, eleme a ház, és akkor tényleg ott gomolygott a füst. És akkor annyi még volt a fejemben, hogy ilyenkor vissza kell rohanni valamiért, valami takaróért, hogy, hogy az ember ne a füstbe rohanjon. És akkor visszarohantam egy takaróért, euh, lambériázva volt az egész emelet, és amire visszaértem az ágytól az ajtóig, addigra egy körbeégett a lambéria, hát tényleg, mint az amerikai filmekben, így rohantam a tűzben ki a lépcsőhöz és le az utcára. És akkor kimentünk az utcára, euh, hát ott már ilyen iszonyú nagy lángok voltak a tetőről, 8 perc alatt leégett az egész. Ez, biatt, egy, családi ez ház, egy családi ház? Ez egy családi ház Soroksáron, 23. kerületben. És akkor jöttek a tűzoltók, 8 perc múlva eloltották, hát még 9 hónapig száradt a ház, mert a parketta elázott, a csillárból folyt a víz, tehát a teljes tetőtér, ahol én meg a húgom laktunk, az teljesen elégett. És hát a legnagyobb sztori, vagy ami anyukámra, meg a családunkra jellemző, az ott történt meg, hogy jöttek a szomszédok, hoztak ruhákat, meg kaját, meg mindenfélét, volt, aki hozott pogácsát, és akkor anyu mondta neki, hogy most hozott, hát előbb hozott, lehetett volna hamba sült pogácsa. Szóval még kicsit ilyen humorral túlélő család vagyunk. Mármint anyukám inkább, apukám az nem sajnos, egy kicsit komolyabb. Vagy nem sajnos, hanem szerintem ez a jó egy, egyensúly nekem az életemben, hogy anyukám egy ilyen humoros, buhókás néni, apukám meg egy komoly, komoly ember, komoly svábhentes ember. Hentes? Igen, mi a Hentes dinasztia vagyunk. Én szakítottam. is? Igen. Hát a névből? Nem, nem, nem gondoltam rá, hogy. Hát a legújabb sztorik, amit meg már ezerszer lenyilatkoztam, ugye, hogy nem vagyunk testvérek a Pellerannával. És hát ez azt már el időre előkerül, még most is. Pedig szerintem már tízezerszer lenyilatkoztam. Igen, de olyan jó, hogy együtt egyébként. Hát köszönjük, mi szeretünk együtt játszani. Hát mondjuk Mágnás Miska. Igen, igen. Hát abban a oltári. Igen. Igen. Miska Bellersó. meg Marcsa. Igen. <laughs> És egyébként az tényleg Pellersó. Igen. Ott is széthűlődtek az agyatokat. Hát igen, mert... Szerintem egy rakat is. Persze. Van, ami egyébként ebbe a műfajba belefér. M meg hát az De nem, volt már, hogy ugye előszólt, hogy nah Nem, azért, azért szerintem bennem van egy ízlésfék, Annában is, tehát nem leszólni akarom őt, csak... Most beled... azt akartad mondani, hogy benne azért kevésbé. <laughs> Igen, Anna, tudod, hogy így gondolom. <laughs> Na. Igen, úgyhogy beszoktunk fékezni azért, tehát hogy tudjuk a határt meg hogy az nagyon fontos szerintem, hogy azért a szerepben maradjon a dolog. Nyilván az operettekben van egy kikacsintás a néző fele, színetártanárról fogalmazta meg nagyon jó, hogy a többi műfajjal ellentétben az operettben van még egy szereplő, a néző. Tehát, hogy nem lehet úgy játszani, mint ezt négy fal között játszanánk, hanem tudomásul kell venni, hogy a néző tud egy csomó mindent. Tehát, hogy, hogy tudja, hogy most a, ugyan a mágnás miskát látja, de hát ott azért Peller Anna és Peller Károly van, tehát hogy, hogy amikor, mit tudom én, volt egy, hú, ez hogy lehet, hogy ne lenyereklem. volt egy TV amiben az Anna a férjével nagyon jól szerepelt, jó páros voltak, meg is nyerték, na most majdnem kimondtam ö, ezt a műsort, és akkor, ö, amikor veszekedünk, akkor, akkor mondtam Annának, hogy, hogy ö, vigyázz magadra, mert szerintem ö, mi nem vagyunk ketten olyan nyerőpáros. Hát ez a szövegem volt. Jó, jó, persze, És akkor a nézők ezen roppantul nevettek, ö, mert tudták, hogy ugye a marcsát játszó színésznő Peller Anna szerepelt egy ilyen műsorban, és akkor ez, ez belefér, mert igazából nem lógtunk ki a darabból, tehát abszolút beleillett a mondat a darabba, de a de nézők mégis úgy, úgy éreztek, hogy ők aznap este kaptak valami plusz dolgot. Mm. É, volt már olyan, hogy, hogy elkezdtél röhögni, amit az Anna mondott, és egy kicsit Persze. Én sajnos nagyon röhögős vagyok, tehát engem ki lehet gyorsan zökkenteni. Úgyhogy hát volt, volt párszor ilyen szájba harapás, vagy egy pillanatra elfordulás, rengeteg szer. Ezt a nézők egyébként nagyon bírják. Nagyon szeretik. Mert, mert, mert úgy érzik, hogy annyira jó az előadás, hogy már az szírész is igen, röhög igen, rajta, igen, igen. ami elvileg ugye nem lehetne. Nem szabadna. De hát az operetben még ez is belefér. De szerintem ez a jó partnerség titka, tehát hogy, hogy, hogy az ember a másikból nagyon tud építkezni. De nekem szerencsém volt az összes partneremmel ilyen szempontból, tehát hogy, ugye megkaptam a szubrettek, vagy az operettek királynőjét, oszvad Marikát, mert Marikával is nagyon jól zizgünk együtt. Vagy hát nekem ugye a legrégebbi partnerem, meg a, a az életem társa, mert mint hogy mi végigkísérjük egymást 120 éve, Szendi Szilvi, a Szilvivel egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mit fog csinálni, és rögtön tudunk rá reagálni. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyszerű. Szerintem ez, ez elképesztő fontos az operett műfajában. És hát a szívével még ilyen, de hát az van Marikával is, ugye még ilyen akrobatikás. Persze, Na, hát ezt akartam mondani, hogy ez különösen fontos a táncos komikus szubretnél, amikor a, az életét bízza rád egy szubret. Tehát hogyha rosszul fogod meg, vagy kicsúszik a kezedből, ott, ott iszonyú balesetek tudnának történni. Igen, mert ott pörgetés, forgás, lábalatát, csúszás, mindenféle. Igen, és így. hát tényleg ez ilyen bizalmi kérdés, meg, meg hogy a szubretnek nem szabad félnie, mert a félelem szüli a legtöbb balesetet. Tehát, hogy, és én, én én híresen megbízható partner voltam, mindig úgy hívtak a koreográfusok is, meg a partnerek is, hogy én mindig mindenkit megfogok, minden körülmények között, Még sose ejtettem el senkit. Igen. És most, egy ilyen tekintélyes ember lettél? Hát igen, most már nem, nem kell ilyeneket stán... csinálni. Ja, most nem kell ilyeneket csinálni. Hát egyszer-kétszer persze kell. Ja. Ez ja. megváltoztatta a szerepkörödet, vagy? Nem tudom, hogy melyik jött előbb, de nyilván volt, volt egy elhatározás is ebben, hogy én világéletemben hízásra hajlamos voltam. Tehát, hogy én, én világéletemben kuráztam mindig. Köz, miközben szeretek, én, én nem cigarettázom, nem iszom, nem drogozom, nem kávézom, én az édeségeket szeretem. És ha, ráadásul bánatevő is vagyok, meg problémaevő, tehát hogy nekem sok küzdés volt. Tehát, akkor, ha éppen valami baj van, akkor. igen, igen, akkor édesség, mert az megnyugtat. És én ebben sokáig küzdöttem, és amikor már jött a szerepkörváltás, én ráadásul el is kezdtem erőltetni, mert eljátszottam az összes táncos komikus szerepet, és akkor izgalmasabbnak tartottam már a, a, buffó szerepkört, és akkor erőltettem, meg kértem is ilyen szerepeket, és aztán már úgy voltam vele, hogy most már hát engedjük el ezt a folyókúrázást, tehát le, le, történjen, aminek történnie kell, nézzek úgy ki, mint a családom, és akkor most ez van. Az, hogy nemzetközileg is, hát elkezdtél mozogni, nyüzögni, az egyrészt nyilván az operetnek, amelyik egy időben rengeteget járt ki. Igen, igen. Külföldön. De aztán lett, mondjuk úgy tudom, hogy Szentpéterváron itt ott már, már úgy a Pellert is írják magába. Hát igen, elég régóta Szentpétervára meg Moszkvába. Ugye vannak ezek a nagy operet nemzetek, az oroszok, német nyelvterület természetesen, most pár éve a lengyelek, ő náluk is ilyen 20-30 évig írtva volt az operett, rengeteg operett színházuk volt, mint Becsukott, és most így ilyen öt éve kezdték Én el legyen. újra felfedezni az operetteket, és akkor nem tudom, három-négy éve hívnak engem is, hogy hát utána néztek, mert hát a magyar operett az világhírű, és akkor megnézték a Youtube-on, és hát engem kerestek meg. Na, most voltál át... Krakóban. Krakóban, meg Varsóban is, igen. Igen. Na, na, nagyon érdekes egyébként ott a lengyel kollégákkal föllépni. Hát, el van a kájúba, ugye hogy mi táncolunk, tehát, hogy ők ilyet meg nem is láttak, és a nézőket is. Teg... Nem láttak hát, hogy mert, mert ugye a, a külföldi operettekben általában ezeket operaénekesek szokták játszani a táncos komikus szubret szerepeket is, és hát nyilván ők nem nagyon tudnak táncolni, úgyhogy amikor kicsit kettőt jobbra, kettőt balra lépnek, akkor mától elájulnak a nézők, de hát ugye mi, amikor így a fejem fölé dobom a partneremet, meg áthúzom a lábam között, akkor attól teljesen elájulnak, de hát még attól is most például Krakóban a, a Móni volt velünk, mint Primadonna, és hát a Mónika, mit tudom, egy messze a nagy erdőben, amikor elkezdett a csárdás részbe forogni, meg tombolni, meg nem tudom én, akkor a nézők ledobták a hajukat, hogy úristen ilyen van, hogy valaki így énekel, és még táncolni is tud, tehát hogy, hogy ezzel azért ettől hungarikum a magyar operettjátszás egyébként, hogy ilyen temperamentosak vagyunk. De amikor Bécsbe voltál, ami hát azért mégiscsak, tehát miközben mindig elmondjuk, hogy hungarikum, hát azért. Az operettjátszás hungarikum, nem a műfaj. Aha, ja érgem. Igen. Ez Miért Bécsbe? Kell. ezt nem tudják? <coughs> hogy hungarikum? Nem, hogy Ja, Nem ezt. tudják. A bécsiekről mindig azt szoktam mondani. Tehát amikor a Volksoperben ott voltál, hát ami azért egy patinás. Igen. Patinás, de hát az is. Egy, ők is a legtöbbször. Egy a legtöbbször az operetteket ott is operaénekesek játszák. Tehát a jól éneklő hát nem azt mondom, hogy színészek, inkább énekesek, tehát tényleg opera énekesek a szerepeket. És abban az előadásban, bejátszottam én ott ráadásul nagyszerű szereposztás volt, tényleg mindenki ragyogóan énekelt, jó színész is volt, és megtanulták a táncokat, a Lőcsei ilyen tehát nem volt könnyű, tehát direkt ezt a magyaros temperamentumot beletették, és megtanulták. Mindig azt szoktam mondani, hogy a bécsiek tökéletesen megcsinálják mindent, viszont egy csak nem hagyja el a homlokukat. Tehát ami a feladatot azt megcsinálják. Ha megnézel egy, egy magyar operett színészt, ha megnézed Oswald Marikát, egy szétrobban a színpadon. Tehát az a, az a plusz paprika in blood, paprika a vérben, az nincs bennük, az a temperamentum De nincs van, bennük. hogy ezt nem is akarja, nekem Csengeri Attila panaszkodott még, ugye ő hosszú idejű ő musicalben igen, volt, igen, igen, igen. volt kint, és hogy hogy, hogy, azt mondták, hogy ennyi nem kell. Igen, igen. Tehát, hogy egy a magabiztos profizmus. Kész, igen, igen, igen. Kész, kész. De, 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 akkor lerekedsz majd, és a nyolcadik előadást nem tudod megcsinálni a héten. És a... Ne eresztek ki a gyilag. ez nekünk, ne, ne, Vagy nekem legalábbis furcsa mindig ebben találkozni, mert, mert ugye a, a, az ember ott van a színpadon, akkor, akkor meg, meghalom mondjuk a déli bábos akkor vagy a cintányos világot, akkor nincs az, hogy ne robbanjak szét. Tehát, hogy, hogy szétfeszít az energia, és ki akarom adni magamból, és ki is adom, ami jön. Úgyhogy nem tudom visszafogni magam én sem. De szerintem nem is kell. Ettől jó a magyar operett. Hát a, mi a, a, a az igen. szerintem a szertelenség. Hát igen. Igen, meg a temperamentum. Igen. Szerintem. Nyilván a francia operett az egészen más, vagy, a, vagy a, az angol operett, tehát az, az más, de ez a, ez a monarchikus operett, vagy osztrák-magyar operát, ahogy hívni szoktuk, ebbe szerintem muszáj a temperamentumnak, főleg a magyar szerzőknél megszólalnak ezek a csárdások, meg a cigányzene, ott, ott muszáj, hogy valami előjöjjön előjön az emberből. Meg hát azt is szokták mondani, hogy attól különleges a, a magyar operett játszás, hogy, hogy eleve állítólag a nemzetünkben benne van ez a sírva vigadás, tehát hogy a legszomorúbb szituációkban szituációkba is táncra tudunk perdülni, vagy el tudunk kezdeni énekelni, és a, a, legvidámabb pillanatokban is zokogni tudunk. Tehát, hogy, 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 és ez valahogy benne van a, zenébe, és benne van az egész műfajban. És ettől, ettől vagyunk különlegesek a világ számára. de amikor mondjuk egy szappanoperába játszottál, akkor az nem maga tehát ott aztán végképp vannak korlátok. Tehát gondolom, ott végképp nem lehet el elszállni, mert az aztán a klisék hátán. Hát igen, meg, meg hát ugye ott ennyire veszik az embert, tehát hogy nyilván színpadon nagyobban mutatsz meg mindent, nagyobb reakciók vannak. Az, hogy ránézel a partneredre, az egy határozott nézés, a filmen elég csak a szemgolyódat elfordítani, tehát hogy eleve más az egész műfaj. És. és meg hát ugye modern környezet, tehát mai embert kell játszani, tehát hogy, hogy azért ez nagyon más volt. De hát nyilván egy szappanoperában annyiba klisés, hogy ugye a, a szerepedet úgy kell megfogalmazni, hogy azt aztán bármilyen körülmények között ö, egy pillanat alatt tud reprodukálni, tehát hogy, hogy nem szabad na nagyon nagyon szélsőséges dolgokat csinálni, mert, mert egy napi sorozatban azt nagyon nehéz végigvinni. Hát meg nagyon bonyolultat se lehet. Hát igen. Tehát nem igen. lehet egy hú, de bonyolult személyiséged. Igen, aztán igen. Is szeretik igen, a igen, egy igen, Ebben a Azért ö, vannak nagyon jó sorozatok, amik, ö, amik, aztán elképesztő jól vannak megírva, és nagyszerű színészekkel, de hát ö, nyilván ez a jóban rosszban. Hát eleinte még, ö, mondjuk aztán, amikor kikerültem, utána ö, egy ideig én kerülték én néztem. kerülték ki egyébként. Nagyon sokat turnéztunk az Operett Színházzal, és akkor sokszor volt, hogy a, a karakterem Csaba elment továbbképzésre, nem tudom én, és akkor egyszer csak eljött az az a egy év, több mint egy év után leültetett a vezetőség, és akkor mondták, hogy hát most van az a pillanat, hogy el kellene dönteni, hogy Operett Színház vagy a sorozat. És akkor én eldöntöttem. De az evidens volt neked. Abszolút. Vaszalami. Abszolút. Nekem a színház az első. A színház a nagy szerelem. Miközben iszonyatosan vonzza a filmezés. Nem ez a sorozat, nagyon szeret, filmben még nem játszottam, és azt nagyon szeretném kipróbálni. Mm -hmm. Mm -hmm. És a külföld az mennyire más? más hogy veszik? Hát ez nem Tehát zárfüldől. mondjuk az operet, nagyon sokat, nem tudom, te mennyit voltál Japánban. Rengeteget. 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 Mondjuk ott, ott, például mitől népszerű egy Hát magyar... ez, ez, volt az első kérdésem, amikor mielőtt az első turnéra mentem, hogy és miközük van a japánoknak az operethez. Tehát, hogy hol találkozik ez a kettő egymással. És mondom, mit szeretnek egyáltalán, és amikor ki voltunk az első, mármint én az első fellépésemen, vagy azt hiszem gálával voltunk akkor, és egy döbbenettel néztem, hogy ezt az osztrák-magyar műfajt, ezt tombolák, mint egy, mint egy rockkoncerten úgy hallgatták. Tehát, hogy tényleg üvöltöttek, tapsoltak, hújogtak. És aztán rájöttem, hogy, hogy ez nagyon közel áll az ő naív lelkükhöz. Hogy, 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 ez ilyen, ilyen aranyos ez az operett, meg a szerelemről szól, meg tánc, meg jól énekelnek, meg jó zenék. Amúgy is van egy ilyen magyar szeretet a japánokba, tehát hogy ez így minden szempontból betanálnák. De ami ennél érdekesebb volt, hogy abban a csapatban is benne voltam, aki először énekelt operettet Indiában és a, a, a ott se hogy miért van ekkora sikere, de hát aztán nyilván az emberek egy kicsit belegondol, hogy a bollywoodi filmek abszolút erről szól, hogy a legindokkalatlanabb helyen egyszer csak elkezdenek énekelni és táncolni. Úgyhogy nekik ez ilyen szinte testvérműfaja, hogy azt kell mondjam az operett a bollywoodi zenés filmekkel. Az igaz, hogy a szerepeid jó részét tudod németül is? Igen. És tudsz is jól németül? Hát igen, bár a svábságból nem egyenesen következik, mert a szüleim például nem beszélnek de a nagyszüleim beszéltek svábul, de ők nagyon fiatal koromban meghaltak, meghal és én világéletemben németet tanultam az általános iskolában, vagy a középiskolában is, de de hát nyilván magyar nyelvű német tanártól, tehát hogy nekem az akcentusommal sokáig volt probléma. Én tudtam mindig a, a legjobban beszélgetni külföldön, de nekem volt a legrosszabb az akcentusom, tehát a, a német nyelvi korepetitorral mindig én dolgoztam a legtöbbet érdekes módon. Az egyébként milyen, amikor te már elég jól beszélsz, és tudod, hogy a kollega meg egyáltalán nem tud, csak bevágta a szerepét. Azokat mindig és úgy csodálom. Nem... Azokat mindig úgy csodálom. Na, de neked nem volt ilyen, hogy mondjuk be kellett vágni de egy olyan nyelv? Olaszul, olaszul. gyűlöltem. <laughs> gyűlöltem, mert nem értettem, és nagyon nehéznek tartottam. És akkor értettem meg azokat a kollégákat, akik a némettel ennyit szenvedtek, hogy ja, hát igen, ez szörnyű, szörnyű nehéz lehet. Meg azt gondolom, hogy, hogy ö, idegen nyelven játszani az nem színház, hanem az cirkusz. Tehát egy olyan csinálsz, egy olyan erőfeletti produkciót adsz elő, ami, ami, a cirkusz kategóriába sorolnám. Tehát szerintem... Amit én imádok. Én is. Én is, csak hogy tegyük tisztába. Igen. Tehát a, szerintem színjátszani anyanyelven lehet. Én, én erről vagyok meggyőződve. Nyilván nagyon megtanulod, hogy miket mondasz, vagy meg, meg, hogy kell mondani, meg megpróbálod ugyanúgy eljátszani, mint magyarul, de akkor is azt gondolom, hogy hogy az energiát, többségét az veszi el, hogy jól mondtam e az ilyen végződést, hogy fölvittem -e ott a hangsúlyt, ugye a kérdőmondatnál németben nem mindig kell fölvinni, mint a magyarban, nem mindig, tő, illetve soha nem tő hangsúlyos szinte a német nyelv, tehát hogy ezekre nagyon kell figyelni, és akkor ez zakadol tulajdonképpen az agyadban, miközben megpróbálsz nagyon jó pofa lenni, vagy szomorú, vagy szerelmes. Szóval én, én ezt inkább cirkusznak tartom. Mm. Mm. Jó, világos. <laughs> uh... Most benne vagy egy két szereplősben is, Igen. édes kettes hármasban, úgyhogy Földes Eszterrel Igen. vezetitek elő, a Cinteátrum. Igen. Azt vezet, mi? Nagyon. Ez már a második ilyen két szereplős az életemben, mert a Homonai Zsoltival csináljuk a Gutenberg című műzikát, az hát úgy két szereplő hogy közben ezer szerepet játszunk benne, de hát nyilván az egy ilyen musical paródia tulajdonképpen. Ez az édes kettes hármas. Az ember nem mindig érzi paródiának. Hát én bevallom neked, hogy attól én kicsit ezt nem szeret. Hát az kell, én azt szoktam mondani, hogy aki mondjuk szereti a Family Guide vagy a South Parkot az érti ezt a fajta humort, ez nagyon amerikai műzikát, tehát hogy ez nagyon, nagyon tehát, hogy ez annyira kell tudni a műzikel műfaját, amennyire lehet, hogy mellé lőttünk, és itt Magyarországon nincs meg ez a alapvetés, hogy a, hogy milyen kliséit gúnyolja ki ez az, az egész előadás. Igen, csak az ember nem mindig érzi, hogy ez gúny. Tehát az én legalábbis azt éreztem, hogy ez ott van az ízlés ficam határán, vagy rajta. Hát, nem tudom. Bocsánat, hogy nem. Igen, ez ne, nehéz, ha már erről beszélünk, ez ilyen nehéz találkozás volt a nézőkkel. Ráadásul nagyon örültünk, hogy Karinti Marci felkért minket erre, nagyon sajnáltuk, hogy ő már nem látta, de a mai napig azt gondolom, hogy ezt igazából egy nagy zenész színház kamaratermébe kéne játszani, akár az operett vagy a madácsba, mert hogy ott közelebb van a dolog. Mint ahogy emlékszem, hogy szerintem zseniális előadás volt az Avenue Q, ezt Londonban, meg New Yorkban is láttam többször, és ugye itt centra, a itt a Centrál Színház játszotta, de hát a nézők többsége nem értette, hogy ez mit gúnyol ki, meg miket gúnyol ki, tehát hogy nem is volt akkor átütő siker, amekkorának kellett volna lennie szerintem, pedig tényleg zseniális előadás volt a magyar is. Na és édeskettes? Na édeskettes. Hát ez meg ugye más, mert ez meg egy szerelmi történet igazából. Két ember tapogatózása, szerelembeesése, szakítása és újra vissza, összejövetele. Vagy hát a férfi visszapitizi magát végül is valahogy. Szóval ez egy nagy találkozás volt az Eszterrel is, mert én még soha nem dolgoztam vele. És és érdekes volt, ahogy Szabópi Szilveszter rendezte, és érdekes volt, most már egy utólag visszagondolva, hogy a Szilveszter összeengedett minket, hogy, hogy hagyta, hogy mi körbe szaglásszuk egymást, hogy ki, 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 ki mit akar, meg ki mire képes, és aztán valahogy így nagyon-nagyon nagy összhang lett köztünk, és nagyon remélem, hogy az Eszter is így gondolja, hogy nagyon megszerettük egymást, és, és nagy öröm együtt játszani tényleg. Nem beszéltünk arról, hogy hát azért te sok musicalben is. Igen. Sőt, Sz hát azt kell mondjam, szérség. hogy manapság többen igazából. Például Szépség és a Szörnyetekben maga a szörnyetek. Voltam. Meg igen. aztán voltam Gaston is, most már az órát játszom a Mr. Ketyegi. Hát ez a buffó szerep, Nagyon, az nagyon szeretem, nagyon szeretem. Eleve az egész szépség és a nagyon szeretem. És jó hát azzal végigvonultatok vonultatok a német nyelvterületen. Hát még a most Sőt, is. Kiz, azt hiszem, hogy Európába kizárólagos jogat szerzett az van. operet. Hát ez, 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 szerintem a nagyon játszására. szépen, nagyon szépen megcsinált előadás, meg hogy ő, ugye mi nem a Broadway franchise-ot vettük meg, hanem ez született egy tök új előadás a Gyuri rendezésében, a Túri varázsatos varázslatos jelmezeiben, ami teljesen más, mint a Broadway előadás. És hát tényleg szerintem a világszínvonalú előadás. Tehát amikor időről időre megnézem, ez általában akkor van, amikor Németországban játszuk, és akkor a másik szereposztást meg szoktam nézni, és akkor mindig így ülök, hogy úristen, ez akár Londonban vagy New is lehetne, mert annyira profi meg van csinálva. Nagyon, nagyon szeretem. És akkor most, akkor előbb-utóbb mi jön? Most akkor jön a DL-lázás, meg a Hát majd Dr. Pellek Károly, meg ilyen. a rendezés, meg a hűdeprózai szerepek, lérkirály. Hát ki tudja, nem, azt azért nem hiszem. De hát én mindenre nyitott vagyok. Én nagyon, nagyon örülök minden új feladatnak, úgyhogy én várok mindent nyitott szívvel. Hát mindig, mindig van valami csinálni való, tehát hogy most is öt dologgal foglalkozom egyszerre, de én ezt szeretem, hogyha zajlik az élet körülöttem. Na de nincs semmi, amit úgy, úgy... Mert olyan tudatos pasinak tűzte. Hát, hogy, aki, hogy jó megtervezi előre, hogy az biztos, mert én naptárban látom, amikor még nem volt ilyen Google ma naptár, hanem csak nyomtatgattam magamnak ilyen mindenféleket, akkor is így beírtam, hogy mikor vannak fellépések, hogy itt van az a hét, amikor meg tudok írni valamit, tehát hogy az biztos, hogy így betervezgetek elég rendesen, miközben szerintem elég szétszórt vagyok. Tehát, hogy, mindenben, iszonyú kupleráj van az íróasztalomon, de mondjuk én pontosan tudom, hogy hova kell nyúlni, hol van a misimókus, hol a, gülbaba, a... Hol a... Én, én nem ég... tudom, pontosan én, 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 én nagyon. Igen. Közben a kottáim, meg a szövegkönyveim így le vannak fűzve, meg rendszerezve vannak, mondjuk ezt a bezártság alatt, hál' Isten, még jobban meg tudtam csinálni, de amikor amivel foglalkozom, azok azok mindenféle, vagy amikor szakdolgozatot írtam, akkor akkor mindenfelé könyvek kinyitva, hogy honnan szedtem az idézetet, fölírva, és akkor így, mindig nyomtattam magamnak egy verziót, azokat húzogattam, áttettem, szétvagdostam, hogy akkor ez legyen az első fejezet. Tehát, hogy én elég nagy kuplerát csinálok magam körül, de én átlátom a káoszomat. Tehát, hogy tikrek vagyok, nem nagyon hiszek a horoszkóba, de én dolgok szerintem igazak, hogy, hogy tényleg ez a kettőség, hogy a nagyon pedáns, rendszerető, élére állítós, meg a iszonyú szétszórt, ez mind a, a kettőben nem van. Mm -hmm. És ez kamatozik színpadon, akár? Hát, lehet, nem tudom. Igen, mert, mert van egyfajta kockaság bennem a, a szerepfelépítéseknél is, tehát hogy akarom érteni, tudni, és aztán amikor. Igen, tehát az az elemző típusú, tehát nem aki bejön ösztönből. De aztán, amikor már megvan, hogy, hogy, hogy ő milyen az a figura, amit játszanom kell, akkor utána már tudom magam engedni benne. Tehát, hogy szerintem belem próbálni se könnyű, mert én elég sokáig ilyen, ilyen csak keresgélek, és aztán a, a, végén, végén engedem el magam. Tehát például a Keró nem szeretett velem próbálni, mert a Keró nagyon szereti már a, a kész dolgokat rögtön a, a, próbák elején. És én nagyon sokáig merebb vagyok. volt olyan szerep, ami, ami a főpróba héten lett csak meg, és akkor tök jó volt. Általában egyébként a rendezők nem szeretik egy-kettő van, aki, 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 így hagyja, hogy az ember szenvedjen, és úgy is látja, hogy megvannak azok a morzsák, és majd meg lesz. Látta a kerül rendezésbe nyáron. Te ott voltál -e, Kisvárdán? Ott voltam, minden évben ott vagyok Kisvárdán, és elblitzeltem valami versenyprogramot, és megtekintettem. Ja, Mi igen. volt az? A Sisi. Ja, a Sisi, igen, a igen. Hirtelen nem jutott eszembe. És tulajdonképpen fantasztikus volt, hogy az ember azt érezte, hogy, hogy hát azért abban voltak nem túl jó színészek, na mit, 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 mit mondjak, és mégis az egész működött. És hogy az a, nem a fesztivál közönség ült benne, a fesztiválból egy-két ember lehetett még rajtam kívül a nézőtének. és hogy mennyire találkozott, tehát hogy vidéken meg pláne, hogy mennyire, mennyire vevők erre a, erre a műfajra. Hát persze, hát mert ez kikapcsol. Az, az operettben az, a, az a, fantasztikus, hogy olyan, mint amikor egy, 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 egy jó filmet bekapcsolsz otthon, ami, ami így, nem nagyon gondolkodható, nem nagyon harcos, hanem ez a romantikus amerikai végjáték. Tehát, hogy, hogy úgy is tudod, hogy majd a végén összejönnek, de hogy attól még így megnézed, meg, megszólal a zene, és akkor jön az első csók. Tehát, hogy, hogy, hogy egy ilyen könnyed... Az és opera... még az se baj, ha nincs nagy zenekar. Igen. Mondom, az se baj, ha nem annyira jó, minden színész. Miközben abban ott volt a Szvad Marika, és igen. na, hát őt aztán, ott aztán meg igen. hatványozott az zabálták, hogy ott igen, van igen, kis a Marika. Igen, és, igen, igen. És, és, kész, és még mindig csinál át cigánykereket, igen. és akkor, akkor mindenki lehid Hát mit csoda, fantasztikus. Ez a nő. Szóval, hogy ez nagyon tud, uh, tud működni. Igen. Hát Tehát, valószínűleg attól is, hogy zseniális emberek írták meg, tehát, hogy a zenék nagyszerűek, a, általában a szövegkönyvek is, nem mindegyik operátnél, de akkor meg belenyúl az ember. Például egyébként ez az Erzsébet című operát nem a legjobb szövegkönyv, és szerintem uh, keró ezt elég jól átdolgozta, uh, meg jó számokat emelt bele más operettekből, és, uh, és tök jó volt a próba folyamatunk, tehát hogy, hogy, nagyon jó volt együtt dolgozni ennek a csapatnak, még a tényleg különböző helyekről jöttünk mindannyian, de hogy olyan jó hangulatú volt, és szerintem az is lejön egyébként a nézőnek, hogyha valamilyen jó hangulatban készül. Hát pedig erről aztán lehetett hallani sok mindent, hogy milyen rossz hangulatban készülnek. Egyébként gyakran jó előadások. Te ezekből mindig kimaradtál? Tehát ilyenkor mindig hát, tehát amikor üvöltözés van, és az, de, az mindenki tudta, hogy a keró, hát aztán üvölt, mint fába. De, de, én is voltam benne olyan próbában. Igen, velem is üvöltött már a keró rengetegszer. Tehát én mentem sírva haza a próbáról. Rengetegszer volt, de én, én akkor is, amikor sírtam otthon, amikor elmondott mindenféle tehetségtelen alkalmatlannak, akkor mindig azt mondtam, hogy de a kerónak 7-től 10-ig igaza van. Tehát amit megcsinál előadásokat, azok jók. És biztos azért, azért ilyen velem, mert szeretné, hogy én jobb legyek. És tényleg így volt. Tehát, hogy, hogy aztán de már vissza... előre. Minden rendezőnek érezni. más eszköze van. Lehet, hogy ma már erre fújfújolunk, meg én is dolgoztam más rendezőket, de azt kell mondjam, hogy a, hogy a Keróval ez a munka például iszonyatosan jó volt. Tehát annyit röhögtünk, és annyira jó hangulatban teltek a próbák, hogy, hogy szerintem ő, ő rengeteget változott ebbe. Tehát nem, nem egy fiatal emberről beszélünk, és mégis meg tudott változni. Megértette, hogy, 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 hogy a, a, a milyen ő régen volt, mert ő iszonyatosan ö, nagy energiákkal dolgozik. Tehát, és mivel már én is rendeztem, én egyébként egy nagyon nyugodt rendező vagyok, meg én, én nagyon szeretem a színészeket, meg én, én a szeretetben hiszek, tehát hogy a, abból lesz jó. De hát persze van olyan, hogy hogy, hogy elmondod a színésznek 50-szer, hogy ennél majd előre kell lépned öt lépést, mert, mert, te tudod pontosan a fejedbe, hogy azért hozod őt előre öt lépéssel, mert mögötte le fog jönni egy fal, és hogy még véletlenül se vágja fejbe. És amikor látod, hogy a színész ezt elfelejti, és ott vagytok az első díszletes próbán, és jön a fal, jön a fal, és nem lép előre, akkor, akkor nyilván az embernek kicsúszik a szájába, hogy gyere már előre, nem... és akkor tud indulatos lenni. Igen, még egy-két cifra dolog. Mert, mert, ugye a rendezőnek meg nem csak a, a színész csodálatos lelki állapotával kell foglalkozni, hanem hogy miért nem tette be az a szerencsétlen kellékes azt a kelléket, amit már öt napja megbeszéltünk. A díszletfal miért lóga fel? De, tehát, hogy annyi minden föl tud idegesíteni, hogy, hogy te fölkészültél, elmondtad, akkor más miért nem jön veled, és akkor van egy csomó dolog, ami fölidegesíti az embert, és hát sajnos van olyan, hogy a, a színészen vezeti le az ember. Vagy van olyan, hogy a partner tehetségtelen, és a másikon vezeted le, mert hát ha, ha, ha őt bántanád meg, akkor még rosszabb lenne, így hogy a másikat bántod egy kicsit, akkor ő lehet, hogy megérti. Hogy, hogy neki kell fölhúzni magát. Tehát, hogy annyi mindenből áll össze egy ilyen dolog. De változatlanul nem hiszek a kiabáló színházban, annak ellenére, hogy sokáig volt, volt benne részem. És té tényleg a Keró nagyon megváltozott. Tehát, hogy na nagyon jó hát volt. Hát most kvázi száműzetésben van. Ezt egy egyébként jogosnak tartod? Fú, de nehéz, kérdezál. Nem tudom, mert ez olyan, olyan megosztó, ugye az eszenyi ügy is annyira megosztó, a színészek egy része, aki szeret vele dolgozni, az más gondol, mint akiket bántott, és, és nem vitatom én a ügyben sem, hogy, hogy lehet, hogy van, aki ez nagyon bántott és nagyon rossz volt neki és, és a, végülis a, a, a Keró, én úgy tudom, hogy bocsánatot kért nyilvánosan, tehát hogy belátta, hogy ő hibázott ebben. Én erre Öm... nem emlékszem, azt nem? talán a nem? Marton László volt inkább. A, igen, a Marton is van. Jó, Jó. Ne, ne, tényleg nem, igen. nem szeretnék ebben, mert nem akarok magamra haragítani senkit, mint ahogy most a Járai Máté, meg a Lengyel Tomi például egymásnak feszült. Tehát, hogy... Ők ügyben. Igen, ők eszenyű ügyben. És, és valahol mind a kettőt megértem. Miközben, ha engem kérdeznél az eszenyéről, én például nagyon, engem főiskolára is készített föl egyik évben, és nagyon jól dolgoztunk. Amikor a Szavaly csinálta nálunk az operetben, valószínűleg azért lát, mert én, én ittam az Enikő szavait, és nagyon jó volt vele dolgozni. Hát ez Miközben egy bukat, ez egy konkrét bukás. Konkrét volt, ez bukás az az volt, az előadás, de, de, hogy én színesleg én, színés 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 volt nagyon, nagy, nagyon, sokat tanultam tőle, és nagyon, nagyon sok mindenben felszabadított, és nagyon jó volt vele dolgozni. Miközben például megkérdezed az engem váltó olátipsót, ő totál be volt görcsölve. Tehát, hogy ő, 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 nagyon félt a zenikőtől, és nagyon rossz volt nekik együtt dolgozni. Tehát, hogy ez, ez annyi mindenem múlik. És, és nem jelezem meg, hogy, hogy amit a, a, a vígszínházas emberek mondanak, hogy az igaz lehet-e, de ha engem megkérdeznek az enikőről, nekem például jó emlékeim vannak vele. Tehát ez tehát lehet... neked szöveli, jogod. Igen, igen, csak, csak már fél, fél az ember ezt is mondani, mert hogy akkor az szóval, hogy a támadásnak veszik azt azok, akikkel történt valami, de hol a, erről nincs szó, tehát hogy a, a biztos igazuk van. Tehát, hogy, hogy nem voltam ott, nem tudom. Nem tudom. Szörnyű, szörnyű ez az egész téma egyébként, hogy erről beszélni kell. Vagy egyrészt szörnyű, másrészt meg tök jó, hogy ezek a dolgok kibuknak, mert, mert valóban meg kell változni a, a, a színház, ugye hierarchikus műfaj, de, de hogy, hogy azért, tehát hogy, hogy nem lehet alázni embereket, nem hiszek benne nem szabadna, hanem ez egy közös alkotási folyamat az igazgatótól, az utolsó takarítónőig, bocsánat, nem akartam utolsót mondani a takarítónőkre. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy közös ügy azért, hogy mit tudom én, nálunk az Operett Színházban 900 ember jól érezze magát esténként. És nyilván ebben vannak surlódások, sok ember dolgozik, ott van surlódás, de hogy meg kell próbálni ezeket elkerülni, és aki akinek hatalom van a kezében, annak nem szabad ebben visszaélnie. Ez biztos. Ezt a így gondolom. többes szereposztást hogy bírod? A, láttam egy nagyon szimpatikus, ezt másnál még nem láttam a honlapodon. Hogy mondjuk kiírod, hogy puskásabb el, legközelebb ekkor, meg ekkor, én majd márciusban, legközelebb én márc. Tehát, hogy kiírod azt az előadást is, ami ugyanígy a macska fogonál, a József Attilával, tehát, hogy azt az előadást is, amit nem játszol. Egyrészt szimpatikus, másrészt meg persze hát az ember arra is gondol, hogy nehogy azt nézd meg, mert abban nem vagyok benne. Hát nyilván ez é, is benne é, van, igen. persze. Ö, én én ö, valahogy ö, ugye ebbe szocializálódtam a több szereposztásban, Hát van, aki kiütést kap. Tudod, hogy azt mondta Gálvegyi János apuskám. Olyan színész legyen, hogy ne lehessen lekeni. Igen, de hát a zenésben ez sajnos ez van. muszáj, van, igen. mert ö, ugye sokkal ö, neccesebb az, hogy, hogy énekelsz, és ha beteg vagy, akkor nem maradjon el az előadás, legyen másik. Meg Mondjuk egy nagy társulatban, meg több színész tudsz beletenni, nyilván a többes szereposztásokban. Miközben pontosan tudod, hogy nem, ö, hát hogy mondjam, hogy nem nem lesz két azonos nem, nem. rangú szerep és, osztás. és azt is hozzáteszem, és ezt mindig el szoktam mondani, ha nem vagy lekettőzve, sose vagy beteg. Ez ennyire egyszerű. A Mágnás Miskát év, hosszú évtizedekig játszotta a, az Oszvon Marika a Bajor Imrével soha nem voltak betegek. Egyszer Marikának volt egy műtétje, akkor három előadásra beugrott a moni, és egy hát sajnos Imi, amikor beteg lett, akkor beugrottam helyette én, de hogy ez a, nem tudom én, a 350 előadásból volt három-három. Tehát, hogy nem sok. Uh -huh. Ha az ember ember tudja, hogy neki előadás van, akkor sose beteg. Amikor le vagy kettőzve, akkor <kül> ha nem vagyok olyan jól, akkor <kül> inkább csinálja a másik tehát hogy őt könnyebben át tudod passzolni. És hát tényleg sose, tehát nincs két-egyforma színész, tehát két-egyforma alakítás sincs. Viszont ha már így van ez a dolog, akkor én amúgy sem szeretek rosszba lenni senkivel, de pláne a váltommal nem. Tehát szerintem sokkal jobb egy, egy munkakapcsolat, vagy adott esetben egy barátság ilyen helyzetben, mert meg tudsz egy csomó mindent beszélni, átadjátok egymásnak az információkat, jobban haladtok a, a munkafolyamattal. folyamattal. Nekem a legtöbb váltótársam, jó barátom is általában, tehát hogy, hogy mi tök jóban vagyunk, fel szoktuk hívni egymást, hogy, hogy figyelj, most be akarnak minket osztani áprilisra úgy, hogy az elsőt én a másodikat te de, hogy nekem ott lenne egy ilyen, valószínűleg elmennék filmezni, hogy akkor nem csinálhat, és akkor meg lehet beszélni. Szerintem ez, ez sokkal jobb. Ön <laughs> Mi jöhet ki ebből neked hosszú távon? Tehát poénkodtam a lírkirályjal, meg mindennel. Mert azért a zenés műfaj az mégis az, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb az időskorban inkább már kis szerepek. Igen. Kis De abban nincs baj. Nincs? De... Nem lesz rossz, hogy annyi főszerep után egyszerre csak bejössz pár mondatra? Nem, mert az ember, amikor fiatal, akkor azt gondolja, és ez például operett gálákban is, hogy fiatal korunkban megkaptuk az operetkála beosztást, és akkor basszus, nekem csak négy számon van, neki meg öt vagy nem tudom, nem én vagyok minden második szám. És most már úgy vagyok vele, hogy menjek be az első felvonásba egy nagyon jó számra, meg a második felvonásba is egy nagyon jó számra, hogy ne én dolgozzam végig, mert régen mindent én akartam eltáncolni, meg elénekelni, most meg már legyen egy ütős számom, amit az, a nézők megjegyeznek, vagy lehetőleg a gála elején legyen egy szám, amire azt mondja, ha ja, itt van a Pellerkár, és a végén egy nagyon ütős, hogy Na, de jó, még mindig. Tehát, hogy, hogy, és ugyanígy van az ember a szerepekkel is, hogy ugye a Bóni végig melózza az egész csárdás királynőt, de hogy most már vannak azok a szerepek, amik ilyen jó tejfölök, hogy, hogy bemész egy jelenetre, és akkor rád emlékeznek. A Mosolyországában a, most a főeunokat játszom, tulajdonképpen a legkisebb szerep az egész előadásban, de mivel az egyetlen vicces szerep, ezért azt jegyzik meg. Tehát sőt, mert a, 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 még menő táncos komikus szora, a, a koromban kaptam meg a Lili Báronőben a Minden szerepben című szerepet, amit tulajdonképpen kilenc különböző figura, ilyen egy-egy mondatos kocsi előállott a tálcán, a fácán. Igen, mert típusú. ez egy kamera előadás. Igen, és össze vannak vonva. Péres Attila igen, igen, igen. És, és hát ez egy tejföl, Tehát, hogy iszonyatosan élvezem. Tehát, hogy vannak ilyen jó dolgok. Na, hát akkor sok tejföld kívánok Köszönöm. neked. Köszönöm. <laughs> köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Teller Károly volt a Bóta Café vendége, viszontlátásra.